Hello! Sziasztok! Hello mindenkinek! Miért mutogatok egy nagy fehér dobozt itt nektek? Képzeljétek el, hogy az történt, hogy, hogy te fejest ugrottam az influencerek világába. Aki Instagramon követ, az már láthatta, hogy kaptam egy dobozt, kaptam egy, egy csomagot. Ez, tudjátok, én nem vagyok ez így hozzászokva, és nagyon jól esett. Ugyanis, ugyanis egy a Spiritland nevű, hát igazából most mondanám, hogy olyan, mint egy virágból, de egyáltalán nem olyan, mint egy virágból, mert ilyen koszorúkkal, asztalidészekkel foglalkoznak, de nem azt kell elképzelni, amit Marika néni csinál a, a, a virágos bódéba, hanem teljesen ilyen up-to-date dolgokat, kis unikorni és ilyen ékszer, olyan ékszer, vannak ilyen gyógyítókövek, de, de képzétek el, kaptam tőlük egy koszorút, ami a Pride színeiben a Pride-ra konkrétan nekem készítettek, és itt láthatjátok Luandán. Tudjátok, mindig akkor, mikor ilyen meleg témájú dolgok vannak, akkor mindig valami homár izé, jelképet a nyakába alkoztak, általában az zászlót, de most kaptam a Spirit egy ilyen, ö, egy ilyen, egy, ilyen, koszorút, megnéztem az oldalukat, nagyon szép dolgokat csinálnak, egész jó áron, ö, úgyhogy, úgyhogy ez... Nem tudom, ez már reklám? Én már akkor így igazából influencer vagyok. Úristen, influencer vagyok, olyan rég vágytam erre! Na, ennyi. Szóval, köszönöm szépen a koszorút, uh, Luandának nagyon tetszik. Az a lényeg, hogy, uh, hogy ez a videó az több szempontból is más lesz, mint, 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 mint ami eddig van, ugyanis például sapka van rajta. Nem szoktam sapkában videót készíteni, de annyira borzasztóan rossz a hajam, hogy uh, megmutassam? Jó, megmutatom. Nézd meg! Nézd meg, látjátok, a dolgozó ember, a dolgozó ember nem tud elmenni fodrászhoz, úgyhogy most tessék sajnálni. Úristen, most dolgozó, hú, de nagy dolog, hát WC, az a normális, ha valaki dolgozik, na mindegy. Szóval, ugye már a videó címével is kiderült, hogy miről fogok beszélgetni. Szeretném leszögezni, hogy, hogy atto, azon kívül, hogy ugye most ez egy vélemény videó, és mindig szoktam ilyen fájtokról, ilyen YouTube-os vagy, vagy szerep beszélni, amit én egyébként önmagában is nevetségesnek tartok. Na de mindegy, de most, de most ennek azért van egy kicsit személyes vonulata is, és azt tudnotok kell, hogy én a kis Viktort ö, már én amikor transvestitaként dolgoztam, ugye szórakozó helyeken, ő már elvileg akkor ismert engem, látott engem, illetve hát járt már a, a, a járt már castingon is nálunk, és ö, és hogy, és hogy nagyon is ismertük egymást. És én amikor ugye elkezdtem youtubozni, akkor már akkor a fejembe vettem, hogy ugye lesz, egy, lesz egy olyan sorozatom, ahol ö, érdekes embereket, akik mellesleg egyébként híresek, de nem feltétlenül a, 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 az, az, e, az állistás celebekből válogatni. Tehát az érdekes embereket szeretném leültetni a kanapémra, beszélgetni velük, akikre én is kíváncsi vagyok, majd kimozdítani a komfortzónájukból. És ö, sok más ember mellett én a Viktornak is küldtem egy ilyen üzenetet a ti Bisbarbi-nak hívjátok, Barbi, Bisbarbi, vagy na, nem tudom. Tehát, hogy, ő, hogy, hogy, én neki, neki, küldtem egy ilyen üzenetet, és leírtam, hogy én tök érdekes karakternek tartom, tök vicces, tök jó dolgai vannak, nem minden irányal nyilván értek egyet, de hogy, de hogy szeretnék vele forgatni. És azt mondta, hogy jó, oké, rendben, hogy ez milyen jó ötlet, biztos nagyon izgalmas dolgokat tudnánk. És így leverezgettünk, tök vicces volt, ó, ez tud, nagyon jó videó lesz. És akkor nekem még akkor ugye nem volt meg a technikám, mikrofon, kamera stb., és én akkor béreltem még a technikát, és akkor a forgatás napra, amit ledisponáltunk, helyszín béreltem, ahova mentünk volna, technikát béreltem, és, és akkor előtte való nap írtam, hogy akkor mikor és hol találkozunk. Jaj, nekem közben jött valami jó, mondom, ez semmi, vagy bárkivel előfordul. Beszéljünk meg egy következő időpontot. Megbeszéltünk egy következő időpontot. Szintén kibéreltem mindent, megint költöttem rá egy rakat zsetont, és írtam neki, nem válaszolt. Hát mondom, fölhívom, nem vette fel, mondom, biztos dolga van. Utána letiltotta a számomat. Utána hívtam a céges telefonról, mert azt hittem, hogy mondom, valami nálam lesz a probléma, meghallotta, hogy én vagyok, rányomta és ott is letiltotta a számomat. És akkor megírtam neki, hogy, hogy, hogy én jóval többnek gondoltam őt, mint, a, mint, mint mások mondjuk, és én tényleg szerettem volna vele érdemben foglalkozni, videót csinálni, ő valamiért eltűnt. És, és valamiért ő így rendezte ezt a dolgot. Nem esett jól egyébként, mert tényleg olyan emberek fogadták el a meghívásomat, és olyan embereknek tetszett az én ötletem, akiket majd ugye a későbbiekben látni fogtok, hogy, hogy tényleg ő közéjük a Viktor egy, egy teljesen tényleg, tehát, hogy, hogy közé, közöttük, közöttük őt abszolút jól mutatott volna. Tehát nem egy, nem egy trash proli valamivel hívtam őt el, hanem tényleg olyan emberekkel fogok forgatni, illetve már forgattam is, hamarosan ugye indul ez a, ez a, dolog, akik, akikkel ő abszolút szerintem jó lett volna, hogyha mutatkozik, és jót tett volna az LMBTQ közösségnek is, meg jó tett volna mindenkinek is. Hát most már kicsit úgy érzem magam, mint a Farkas Timinek az ilyen, nem tudom, védő ügyvédje, vagy őrangyala, vagy akármi. Láttam egy videót, a, ahol elvileg Farkas Timi hatalmas nagy titkairól van szó, hogy a Timi webkamerázott, hogy a Timi igazából nem is nagyobbítattak, hanem vagy kisebbítette, hanem nagyobbította a mellét és akármi is, és a Barbie, a, a Bis Barbie ö, 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 olyan, tehát úgy beszél róla és olyan dolgokat mond róla, ami nálam alapból kiveri a biztosítékot. Én az ilyenfajta fiúkat, mint amilyen mondjuk ő, vagy a Gagasztár Milán volt régebben, én a kártékony melegeknek hívom, vagy az Emma vagyok például. És azért hívom őket a kártékony melegeknek, mert sajnos a média ugye hajlamos ezeket a melegeket tolni, és ezeket, ezeket a melegeket foglalkoztatni. Miért? Mert, mert ezt nézik az emberek. Nagyon egyszerű. Megnézed a, a Bisbarbinak a, a csatornáját, a YouTube csatornáját, nem is tudom, 70, 80, 90 ezer feliratkozója van, és úgy, hogy tulajdonképpen tartalom nélküli, tehát hogy, hogy produktum nélküli tartalmakat gyárt. Az, hogy valaki transzvesztita, az, hogy valaki, valaki, valaki fiúlétére nőnek sminkelni magát, az, az lehet produktum, ugye én is dolgoztam ezt, amennyiben ezt ugye valaki színpadon csinálja. Most akkor ő, ő mondják rá, hogy ő ugye transzexuális, nagyon fontos azt tudni, és nagyon fontos különbséget tenni, hogy az, aki transszexuális, ő nem azért tömi ki a mellét, vagy nem azért él nőként, hogy, hogy nem azért alkot magának női testet, hogy ezt a később már bocsássa. Tehát nagyon fontos különbséget tenni, hogy valaki mondjuk transzvesztita, ugye aki fiú, de egyébként nőnek sminkére magát különböző okokból, vagy azért mert színpadra lép, vagy azért mert eszkortként dolgozik, vagy azért mert filmbe hívják, vagy színészet, vagy akármi, és a transzexuális, aki férfi testben született nő. És én megmondom az igazat, nem tudom, hogy ő micsoda. Én azt gondoltam, hogy ő transz viszont ebbe nem szeretnék belemenni, és párcát sem szeretnék törni felette, mert azon kívül egyébként, hogy hogy mondom, hogy engem így átvert, és, és, és ezen kívül nekem semmi kötődésem, vagy bajom, vagy problémám nincsen vele. Az volt a furat, tudjátok, hogy ő a korrektségről beszélt ebben a videóban, és hogy a Timit, hogy ő így vezeti meg a követőit, úgy vezeti meg a követőt, és így korrektség, úgy korrektség. És én írtam a videója alá, hogy Egészen addig tudtam ezt a videót bármilyen úton, módon földobta a YouTube megnézni, ameddig ő ki nem mondta azt, hogy mennyire korrekt és mennyire egyenes. Hiszen ha valaki, akkor én tudom, hogy nem. Mert hogyha nekem azt mondta volna, hogy figyelj, és volt, meggondoltam magam, nem akarok menni, stb., akkor azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, és köszönöm, hogy eddig is egyáltalán foglalkoztál ezzel a dologgal. Szia! Semmi. Egy, egy szavam nem lett volna. És erről odaírta most a videó alá, tehát ennyit kellett várni, másfél-két hónapot kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy, hogy miért nem jött el akkor forgatni, hogy azt gondolja, hogy én a melegek szégyene vagyok, és azért már csak 17 ezer feliratkozón van, meg, meg nem tudom, azért én egy senki vagyok, és hogy fogadjam el, hogy senki vagyok, és azért, mert ö, hírességekkel beszélgetek, és őket, őkkel csinálok videót, attól én még egy senki is maradok. Fontos azt tudni, hogy tudjátok, amikor, tehát vannak, tehát ez egy, ez egy műfaj. A talkshow, vagy, vagy egy, a, tehát ez, ez egy műfaj, amikor valakivel leülsz beszélgetni, és kérdezed az életéről, ezt elég nehezen tudnám, tehát én ebben érzem jól magamat, én azt gondolom, hogy vagyok annyira pikírt, vagyok annyira, vagyok annyira... Ö, időnként gátlástalan, ugyanakkor felkészült és intelligens, hogy, hogy, ezekkel az érdekes hírességekkel tudjak úgy beszélgetni, hogy, hogy ez, hogy, ez, jó legyen, és hogy ez érdekes legyen számotokra. És ezt azért csinálom, mert a későbbiekben is tudjátok műsorvezetőként, és én kb. ilyen szerepbe tudom magamat elképzelni. Tehát nem, 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 az esti híreket olvasnám. Majd fogjátok látni, hogy amikor ugye ezek a videók kijönnek, hogy lesznek ott olyan emberek, akik, akik nem, nem, nem nagy ilyen social media sztárok hanem egyszerűen csak érdekesek, és kíváncsiak vagyok rájuk, kíváncsi vagyok rájuk, hogy milyenek egy idegen környezetben, milyenek, amikor a komfortzónájukból ki vannak mozdítva. És és nem gondolom azt, hogy a feliratkozói mennyiségétől számítana az, hogy én vagyok-e valaki. Mert én nekem a Youtube az nem is fő profilom. Tehát, hogy nekem a Youtube egy, egy hobbi, amit szeretek csinálni, amit meg csinálni, ami a sajátom, ami az enyém. Ami, ami cenzúramentes, ami, ami idézőjelben költségmentes, csak, tehát hogy, hogy ez egy, hogy hobbi. És ugye fontos az, hogy Patrikkal egy közös projekt, ami, ami azért egy négy éves párkapcsolatban mindig érdemes megtalálni azokat a közös projekteket, Amik, amik, egy kicsit, kicsit összehozzák az embert. Szóval igazából ebből azt akartam kihozni, hogy, 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 az a stílus, ahogy ő nekem válaszolt, és az a stílus, amiben ő nekem írt, az, azt én nem tudom. Tehát, hogy én olyan, olyan mélyen nem járok, és én, olyan, és én a, a, azon a szinten nem, nem, szeretnék mozogni. Lehet hogy, lehet, hogy egy bizonyos fokig menne, de kényelmetlenül érezném magamat. Tehát azon a szinten biztos, hogy ő a jobb. És, és lehet, hogy itt vagy, és te éppen a követője vagyis és imádod, szereted, és majd rámész a dislike gombra, egy pillanatig sem zavar. Gondolkoztam egyébként, hogy megcsináljam ezt a videót, de úgy voltam vele, hogy ha már a Majkáról, meg a Krúbiról, meg a Dezsőbencéről és a a, 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 Petiről csináltam egy ilyen videót, akkor pont azt, ahol egy, még egy talán érintve is vagyok, akkor, akkor azt a videót ne csináljam meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincsen, nincsen, mitől tartanom egy, egy pillanatig sem, hiszen ez is az én véleményem, és lehet, hogy, lehet, hogy azt gondolja a, a Bisbarbi, vagy én már nem tudom, hogy írjátok meg létszik, hogy, hogy, hogy hogy kell őt szólítani, mert látom, hogy a csatornáján Bisbarbi, de egyébként van, aki Viktornak hívja, meg valaki Lilinek hívja, én úgy ismertem meg, hogy, 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 ő Viktor, na mindegy, úgyhogy, úgyhogy az én nevemet könnyű lesz, megjegyezni, én a Zsolt vagyok, én minden esetben, minden, minden opcióban a Zsolt vagyok, jó, de azért írjátok meg, hogy őt hogy kell hívni. És szóval az a lényeg, hogy, hogy hogy azért szeretném, hogyha látná, hogy nem tehet meg mindent, nem beszélhet mindenkivel minden, hogy és nem azért, mert én vagyok valaki, vagy a farkas valaki, hanem egyszerűen csak azért, mert mindenkinek van egy emberi méltósága. És higgyétek el, hogy én is, én is most nagyon sok mindent tudnék olyat mondani, mert nyilván azért most, hogy rászántam magam erre a videóra, azért utána néztem egy-két dolognak, de eszem ágába sincs. Viszont az eredeti téma az visszatérve, hogy ugye itt kinek lehet igaza, igazából teljesen mindegy, de az, hogy hogy, hogy a Timi webkamerázott volna, én ezt, én ezt erősen kétlem. Ha valakiről azt mondod, hogy ő prostituált, és itt van a rosszlányok.hu-n, ezen a számon föl tudod hívni, akkor azt mondják, hogy uram, bocsánat, egy nyilvános oldalon van hirdetve. De valaki ezeket nem követte, el. tehát valakiről nem készült videó, nem készült kép, nem készült hirdetés, és te ennek ellenére állítod, az viszont már szerintem, és nem csak szerintem, hanem, hanem jogilag is aggályos. Szóval, nem, nem tudom, tehát hogy én egyébként beszéltem a Timivel, mert hogy már a tisztus videó óta egyébként szoktunk társalogni, és valahogy úgy érzem, hogy ez a, ez a kislány nem, nem, nem egy szarember, nem egy rossz ember, nem gondolnám prostinak, nem gondolnám webkamosnak, hanem egyszerűen csak egy, egy, egy kislány még, aki, aki keresi az útját. Hogy a mellével mi történt, én nekem egyébként küldött képet ezekről a csövekről, hogy hány csű ki belőle, elmesélte, hogy mi volt, én elhiszem neki. Tehát, hogy miért lenne az gáz, hogy miért, miért, miért titkolna bárki is, hogyha nagyobbítanám elé. Tehát 2019-ben ez lassan már divat, lassan már az a cikke, hogy nincs megcsináltatva valamit. Úgyhogy nem gondolom, hogy ő ezt titkolná. A szexmunkáról visszatérve pedig, tudod, Bagoly mondja, tehát pont, pont a Viktortől pálcát más felett, és, ő, és nekem, nekem, ez, az, ami, ez az, ami nem kicsit visszás. És mondom, nyilván személyes sértettségnek nem mondanám, inkább érintettségnek is van benne, hiszen mondom, hogy amilyen stílusban válaszolt nekem a, a a Barbie, az az, 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 tényleg, tehát az annyira próli, hogy, hogy én 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 ezen a szinten nem is szeretnék és nem is akarok mozogni. Sajnálom egyébként, még mindig sajnálom, hogy hogy, hogy hogy ez nem derült ki előbb, hogy neki ez a véleménye rólam, hiszen akkor nyilván merőben máshogy kezeltem volna ezt az egészet, de azt még, még jobban sajnálom, hogy most ebbe a, a, a csajsziba, a timibe bele, mert nem, nem, nem érzem, nem érzem a létjogosultságát ennek az egésznek. E, írtátok, hogy ez ilyen James és, és Tati magyar verzió léci. Tehát azért ő, sem a Timit, sem, a, sem a, a a Viktort nem lehet ez ez a két emberhez hasonlítani, már csak ő, ugye felületileg, tehát a platform nagyságához mérten sem, hiszen mint tudjuk, hogy james annyian követik, a ebben az országban laknak, e, sőt többen. Úgyhogy, úgyhogy nem. Inkább én itt e, Tudjátok, van ez a buzi hiszti, és ha én mondom, akkor higgyétek el, hogy van ilyen. Ez, ez valami ilyesmi, mert hogy ugye az instáját is le lett, le lett, tiltva, mert hogy a Timi olyan dolgokat tett ki. Ö, hát figyú, nem kell olyan dolgokat, nem kell olyan dolgokat állítani, és nem kell olyan dolgokat ö, mondani, ami, 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 nem fedi a valóságot, vagy nem tudsz bizonyítékot ö, tenni hozzá. Emellett egyébként az irányelvei az Instagramnak sajnos semmi, ez sajnos, hát sajnos, vagy nem sajnos semmilyen szexuális tartalmat ugye nem, nem, engedélyeznek, úgyhogy, úgyhogy, hát ja, fura ez. Na mindegy, igazából azt gondolom, hogy talán a lényegét elmondtam, nem szeretem, nem szeretem, amikor az ilyen kártékony melegek körül forog minden, és joggal teszi fel a kérdést az ember, hogy, hogy tudod, ő, ő, ő miért formál véleményt, ő, miért, ő, 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 ő miért, miért mozgat meg ennyi embert vajon, és mondjuk a normális melegekre, is itt nem feltétlenül magamra gondolok, mert én is nyilván egy, sokszor egy bazári majom vagyok, aki aki mutogatja magát ugye a kamerába, a tévébe, stb., de hogy, de hogy tényleg, hogy azok, azok a melegek vajon miért nem kapnak reflektort, és azokat a melegeket miért nem követik a 13-14 éves, még fejlődő személyiségű srácok. Tehát, hogy értem én, ha elfogadjuk a bizbarbit vagy a, vagy tényleg vagy a, vagy a Gagasztár Milánt, akkor bármit el tudunk fogadni, én ezt aláírom, de nem biztos, hogy ez a jó irány. Mert vannak olyan melegek is, akik össze tudnak tenni három értelmes mondatot, vannak olyan melegek, akik rendes munkából élnek, többek közt én is ide sorolom magamat, Nekem nem a YouTube a fő bevételi forrásom, sőt, hát a YouTube bevételi forrásból tudjátok, hogy merre menni Margit szigetre maximum. És, 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 és tényleg vannak olyan melegek, akik, akik sokkal több követőt érdemelnének, vagy egyáltalán érdemelnének követőket, mert az ő életpályájuk egy példamutató. A Viktoré nem tartozik ezek közé. És, és igazából, igazából mindegy, talán mindent elmondtam ezzel kapcsolatban, a döntést rátok bízom, és ha most ilyen hatalmas nagy rajongó vagy, a, és, és elkezdeném mocskolni, Állok elébe, igazából ö, nem tudok ezzel mit kezdeni, viszont ez fontos tudnod, hogy én ezen a, e ezen a szinten, tehát hogyha egy értelmes véleményt tudsz alkotni, és te el tudod mondani hogy a véleményedet normálisan, akkor, akkor én ezt nagyon szívesen meghallgatom. De ha? ha tényleg mocskolni kezdesz, akkor, akkor, akkor sajnos le kell tiltanom, téged ki kell tiltanom a csatornáról, mert az a másoknak a szórakozását, másoknak az élvezetét, élvezeti forrását rombolod azzal, hogy nem tartod ebben a komment szekciót. Úgyhogy arra kérlek, hogy ne legyél olyan, mint az, akit követsz, és, és próbál meg normálisan megfogalmazni. Ő azt mondta, hogy én a melegek szégyene vagyok, én, ebben, én ezt a véleményét nem osztom, ez az ő véleménye. Ő, viszont azt szeretném elmondani, hogy ezek szerint nekünk nagyon, mint ahogy írtam is, nagyon eltérő véleményünk van azzal kapcsolatban, hogy mihoz szégyent a melegségre. Én nekem sokkal, sokkal inkább visszásmondom, ahogy ő éli az életét, mint ahogy én. De én nem török felette pálcát, biztosan megvan az oka annak, hogy ő ezt a hivatást választotta, hogy ezt az életutat választotta. Nem ismerem őt, szerettem volna megismerni. A jóisten úgy döntött, hogy nem kell egymást megismernünk. Én ennek örülök viszont viszont nem tartom korrektnek és nem tartom jogosnak azt, hogy most beleállt a Timibe csak azért, mert, ő, mert őnek éppen ilyenje volt és csak azért, mert ő, mert ő úgy döntött reggel, úgy kelt fel reggel, hogy hogy most ő megalázza a Timit. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ne felejtsd, ott a koszorú rendel页et a Spirit Land től ha szeretnéd. Nekem elkészítették ezt a prada nagyon cuki volt. Ez a videóm kicsit komolyabb hangvételű volt, de de úgy gondolom, hogy ez egy fontos társadalmi probléma, amiről beszélünk, hogy ki kit követ, ki miért mennyien, és, és, hogy, és hogy mondom, a kártékonyság az LMBTQ közösségben, az, az mennyire van jelen. Köszönöm szépen tényleg még egyszer, hogy megnézted, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne legyek egy senki, kérlek, de hogyha nem teszed meg, az sem zavar egyébként. Én örülnék neki egyébként, hogyha Instagramon is bekövetnél, de ha nem lesz így, akkor sem fog történni semmi, maradok senki, úgyhogy... Úgyhogy ennyi. Egyébként nekem is volt egy, 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 egy nagyon sok követővel rendelkező Instagramom, amit elloptak, rendőrségen feljelentettem őt, és, és hát volt is belőle ügy, mindegy, a végkimenetel, végkimeneteléről nem akarok beszélni de én nem hackereket hívtam meg, behisztiztem, hanem, hanem tettem egy följelentést és csináltam egy másik oldalt. Igazából ötöd annyi követő lett az új oldalon, de ezek a követők legalább már ott vannak, és ezek a követők legalább már velem vannak, akár, ahogy ti is. Úgyhogy köszönöm szépen, még egyszer, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, kíváncsi vagyok a véleményetekre, szerintetek miért van ez, miért van ez a folyamatos harc, így most már a youtuberek meg celebek között, miért, miért kell ezt? annyira ö, miért kell beleállni így a másikba, és miért kell valótlan vagy olyan dolgokat állítani, amikről egyébként fogalmunk sincsen. Na erre várok, választ a komment szekcióba. Köszönöm, hogy itt voltatok, jók legyetek, sziasztok!